bizony. Kedves közönség, foglalják el helyüket, egy perc múlva kezdődik a verseny. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a nap fénypontjához, a döntő mérkőzés sorozathoz, amelyhez most vonulnak be a versenyzők. Egyes számmal Arinha, kettes számmal José Mendez, becenevén Gyilkos Mendez, négyes számmal Rui El Topo, ötös számmal Salazar, hatos számmal Carlos Primero, hetes számmal González, hármas számmal a sportág nagy és színes egyénisége Ramón Serrano, és 8-as számmal Louis Del Rey. Most pedig, hölgyeim és uraim, lássuk a mérkőzéseket. Az elsőt a piros mezes Arinha vívja a világos kék mezes Mendezzel. Ebből a döntő mérkőzés sorozatból, mint bizonyára tudják, kieséses alapon az a versenyző kerül ki győztesen, aki a legtöbb pontot szerzi. A versenyzőknek úgy kell elütni a labdát, hogy ellenfele ne tudja visszaütni. És már folyik is az első mérkőzés, mint láthatják. És Arinha már el is vett. Mendeznek most Ramón Serranoval kell megmérkőzni. Serrano hatalmas ütése ki fog Mendezbe. Akárhogy igyekezett, nem értem utol a labdát. Luis El Topo lép a pályára. Csak röviden azoknak, akik titán nem tudják. A pálya végén két falon, s az oldalfalon, akár többször is. De a földön csak egyszer a labda, mielőtt az ellenfél visszajönni. Luis, aki eddig hűségesen küzdött, ezt a labdánál sikerül megszakítani ezt az elképesztő győzelem sorozatot.